Egészen pontosan 236 millió forint gyűlt össze az Ökumenikus Segélyszervezet adventi adománygyűjtésén. Itt van velünk Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet kommunikációs igazgatója. Szia, jó reggel! Jó reggel! Jó reggel. Köszönjük szépen, hogy itt van, és hogy beszélünk erről, mert hogy advent idején meg előtte sokat beszéltünk róla, az adományvonalról is, meg egyéb lehetőségekről. Ez sok pénz, kevés, nekem nagyon soknak tűnik, de nem tudom, hogy elégedettek vagytok el. De először is nagyon fontos, amivel kezdted, hogy sokat beszélgettünk erről decemberben, meg novemberben, de legalább olyan fontosnak tartjuk, hogy ilyenkor is beszéljünk az eredményekről, és arról, hogy hogy használjuk fel a pénzt, hiszen úgy épül ez a gyűjtés most már 24. éve, hogy nem csak kérünk, hanem mindig meg is köszönjük, és mindig vissza is csatolunk, ha ez történik most, úgyhogy mindenek előtt köszönjük mindenkinek, aki adományozott. Hogy csak egy számot mondjak, 400 ezer ember hívta fel a 1353-as adományvonalat. Ugye ez 100 millió forint, tehát egy elég jelentős része, vagy egy másik szám, hogy 260 ezeren vásároltak a Tesco-ban adománykupont, és nagyon sokan adományoztak még sokféle módon. Tehát tényleg sok embernek a pici adománya van e mögött, a hatalmas összeg mögött. Annál nagyobb a felelősség, hogy ugye ezt mire használjuk. Tehát ha így nézem, akkor sok pénz. Ha úgy nézem, hogy a segélyszervezet az nem karácsonykor költi el ezt a pénzt, hanem egész évben, és hogy van 17 regionális központunk és nagyon sok intézményünk, és ezt szétosztjuk, akkor már nem olyan sok pénz, de beszéljünk erről talán, hogy mire is használjuk. Mire használjátok majd ezt a pénzt? Ugye körülbelül olyan 12% körül van az az összeg, amit a karácsonyi időszakban már felhasználtunk. Ugye meleg ételosztásaink voltak, ugye ott találkoztunk is több alkalommal, nagyon sok gyerekprogramunk volt ebben az időszakban, élelmiszersegélyprogramok, tűzifasegélyprogramok, tehát ezek az ünnepi részek, amik azt gondolom nagyon fontosak, de nem ez a nagyobb rész, nem ez a lényeg. A segélyszervezetnek a központjaiban ma már szinte nincs olyan szolgáltatásunk, nincs olyan munkágunk, amiben el lenne adventi adomány, tehát ma már szinte minden intézményünk elképzelhetetlen enélkül. Az évvégi összefogás nélkül, a hajléktalan ellátás, a családok átmeneti otthoninak a működtetése, a hátrányos helyzetű gyerekeket segítő felzárkóztató programunk több mint 2000 gyereket ér el, mindegyikben több millió forint tud ilyenkor hasznosulni. Illetve minden évben ilyenkor bejelentünk olyan fejlesztéseket, amiket ennek az összegnek egy részéből tudunk megvalósítani. Ezért volt tegnap egy sajtótájékoztatónk, úgyhogy több olyan nagyszabású fejlesztés is meg tud valósulni. Néhány példa: Szolnokon a családok átmeneti otthonának a tetejét fogjuk megjavítani, Csepedi gyerekközpontunknak a fűtésrendszerét szeretnénk kicserélni, Olaszliszkán, ahol több mint 100 gyerekkel dolgozunk, és egyre kisebb az ottani központunk, ez ott szeretnénk bővíteni, egy újabb pontot létrehozni. Ugyanígy a Gönczi járásban egy másik hátrányos helyzetű térség, szeretnénk egy újabb közösségi pontot létrehozni. Tehát nagyon konkrét dolgok azokra, mire ez a pénz megy. Nagyon fontos beszélnünk arról is, és már Peti is említette, hogy nem csak az advent a kiemelt időszakotok, mert hogy egész évben szükség van a segítségre. Így van, és ez egyrészt igaz arra a munkára, amit végzünk, és amiről beszéltem, hogy ezek központok, közel 400 munkatársunk van egész évben, akik segítenek és dolgoznak, és több mint 1000 önkéntes ezentúl. És igen, nem csak karácsonykor lehet adományozni sem. Tehát ahogy említettem, a munka egész évben zajlik, az adományozás is él, tehát a lehetőség is él. Az más kérdés, hogy azért azt látjuk, hogy ilyenkor adventben van a legnagyobb nyitottság az emberek részéről, ilyenkor valahogy az emberek nyitottabbak, hogy segítsenek. Hány ember lett boldog ettől a 236 millió forinttól, úgy nagyjából? Hát én azt gondolom, hogy a boldogságot nehéz egy alkalomban mérni, és mindig nehéz a számokkal úgy is benni, hogy ugye amikor egy tál meleg ételt adok, az is egy alkalom, egy segítő alkalom, de amikor mondjuk egy gyerekkel heti 2-3-szor foglalkozik egy fejlesztő pedagógus egész évben, és ezt mi ebből a pénzből tudjuk finanszírozni, az ugyanúgy hát, vagy egy ember... Hát hogyha egy tetejét csináljátok meg éppen, amit az imént említettem. Ahogy utána ugye például Szolnokon, így van, mondjuk 40 fő tud élni egész évben olyan családok, akik bántalmazás elől menekülnek, vagy elvesztik a lakhatásukat. Tehát én azt gondolom, mindenképpen több tízezer ember az, akit mi el tudunk érni a segítséggel ebből az adományból az év folyamán, és ehhez pedig az az összefogás kell, amiről itt most beszélgetünk, és az, hogy ez évről évre nőni tud, és évről évre több ember csatlakozik, ennek az is része, hogy mi egész évben beszámolunk a munkánkról. Tehát ha valaki követi a Facebook oldalunkat, vagy a honlapunkat, látja azt, hogy itt nem arról van szó, hogy karácsonykor gyűjtünk egy nagyot, aztán egy év
évig alszunk, hanem gyakorlatilag egész évben zajlik ez a munka, és én azt is kérem az adományozóktól, hogyha tehetik, akkor kövessék a munkánkat, mert legyenek a részei annak is, hogy hogyan teszünk boldog embereket, hogyan segítünk embereknek, és nem csak annak legyenek a részei, hogy hogyan gyűjtünk. Milyen események lesznek most még a 2020-as évben, ami kardinális pontok a ti munkátokban? Hát ilyenkor tavasszal mi már készülünk azért a különböző gyermekprogramokra, idén is szeretnénk egy felnőtlen gyermekkor nevű nagy kampányt csinálni májusban. Nyáron ugye nagyon sok gyerektáborunk van, idén már 8-at szeretnénk meghirdetni, ez a duplája a tavainak, tehát ezen a téren is szeretnénk növekedni. Az intézményekben folyamatosan zajlik a munka napról napra, tehát van egy hétköznapi része ennek a segítségnyújtásnak, és hát remélem, hogy sokszor fogunk még idén is beszélgetni, mert mindig történik valami nálunk. Hála Istennek, ti sosem unatkoztok, és ezzel nagyon sokat segítetek, nem csak a gyerekeknek, hanem az ő szüleiknek is. Krisztóf, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Köszönöm, hogy itt láttam.